Kistalcsán, az egykori internálótábor területén felépült a várost és környékét kiszolgáló új rendőrőrs. December 1-én rendőrségi fúvós zenekar télzenével köszöntötte az átadó ünnepségre érkező megyei vezetőket, az érintett települések önkormányzatainak képviselőit és az érdeklődő lakosságot. Elsőként Tarnai Richárd megyei kormány megbízott kívánt eredményes munkát az új épületbe költöző rendőrőrs munkatársainak. Mi csak élvezzük az önök munkájának az áldását, hiszen biztonságban tudhatjuk magunkat, és valóban elértük. Az elmúlt év ennek különösen ékes példáját adta, hogy furcsa módon Európában az egyik legbiztonságosabb ország manapság Magyarország, ez pedig másképp nem ment volna, mint az önök munkájának eredményeképpen. Ezt szeretném az állam megyei képviselőjeként ezt megköszönni önöknek, és biztosítani önöket arról, hogy egyrészt igyekszünk tovább haladni a napokban, éppen egy újabb felújítás, kapitányság felújítás befejezés lesz, a körülményeket biztosítani, hogy önök is érezzék ezt a megbecsülést az állam részéről. Ezért történtek intézkedések az életpályamodell elindítása tekintetében. Biztos is lehet azt mondani, hogy ezek kis lépések, és még többre lenne szükség, de lesz is. Hiszen mi, akik az önök munkáját megítéljük, mi azt tapasztaljuk, hogy önök kiválóan végzik ezt a munkát. A város nevében Solymosi Sándor polgármester mondott köszönetet a belügyminisztériumnak és az országos rendőrfőkapitányságnak, valamint az építés-beruházás valamennyi résztvevőinek. Nagy nap ez a mai Kistalcsa város életében is, hiszen a most átadásra kerülő épület több évtizedes álma településünknek. Bár különösen az elmúlt évek statisztikái alapján minden elismerést megérdemel rendőrőrsünk munkája, mégis ki kell mondani, hogy az előző épület nem volt ideális helyszíne a szolgálunk és védünk szlogen minőségi végrehajtásához. Hogy megfelelően érzékeltessük a váltást, talán az itt kiállított régi és új rendőrautó közötti különbség az, amely hülyen tükrözi, hogy honnan, hová jutottunk. Kovács István rendőrvezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány helyettes elmondta, a 313 négyzetméteres épületben december 1-től 27 rendőr teljesít szolgálatot. Az építéshez a belügyminisztérium 150 millió forintos támogatást nyújtott. A pénzügyi keretet támogatásával tovább bővítette az országos rendőrfőkapitányság, Kistalcsa, Kerepes, Mogyoród és Csömör önkormányzata is, így a beruházás 170,5 millió forintból valósulhatott meg. Az építkezésnél fontos szempont volt, hogy a rendőrös fenntartása hosszú távon is gazdaságos legyen, ezért megújuló energiaforrásokat használtak. Több napelem és hőszivattyús hűtési rendszer került kiépítésre. Meggyőződésem, hogy az itt dolgozó rendőrök eddig is magas színvonalon legjobb tudásuk szerint látták el feladatokat, de az új elhelyezés és a korszerű munkakörülmények között talán még ezen is tudnak javítani. A szalagátvágás következett, az új épületet Szabó István, Pest megye közgyűlésének elnöke és dr. Mihály István daddátábornok, a Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője avatta fel, majd a megyei főkapitány ünnepélyesen átadta az objektum kulcsát Ignéci József őrnagynak, az őrs parancsnokának. A következőkben a meghívottak belülről is megtekintették az épületet. Az átadás utáni percekben az ősparancsnokot új szolgálati irodájában kérdeztük. Jelentős fejlődés útjára léptünk, eddig se voltunk elmaradottak, viszont ezzel az új objektummal, ezzel a kultúrát, korszerű 21. századi felszereltséggel és technológiával még nagyobb elánnal és még nagyobb lendülettel tudjuk azt a munkát végezni, amit eddig is szívvel, becsülettel és lelkiismerettel tettünk.
Az objektum az önmagában több mint 30 fő kényelmes elhelyezésére szolgál, azonban az állományunk az jelen pillanatban 23 főből áll. Tehát a létszám, egy esetleges létszámbővítés követően még mindig kényelmes elhelyezésre szolgál. Valamennyi térségi körzeti megbízottunknak, tehát 7 főnek szintén a körzeti megbízotti irodáján kívül ebben az objektumban is van saját irodája, saját munkaszobája, és itt is tudja a lakosság ügyfélfogadást és a ügyintézést végezni. 5 települési körzeti megbízottunk, 2 csömeri, 2 kerepesi, 1 kistarcsai és 1 magyaródi, illetve 1 nagytarcsai körzeti megbízott. Közép-Európa egyik legfejlettebb alegységszintű objektum, ami azt jelenti, hogy vannak ettől természetesen fejlettebb rendőri objektumok, viszont egy ekkora és egy ilyen funkciójú rendőri egység számára ez ma Közép-Európában a legmodernebb elhelyezés.